Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék a Szefte a következő részével. Ugye az előző részben elmentünk bányászni, megnéztük azt, hogy milyenek a bányák Stage 1-ba, és hát eléggé tápos szörnyekkel találkoztunk, úgyhogy most már biztos vagyok abban, hogy el kell kezdenünk azzal foglalkozni, hogy az előző részben talált koppert, illetve tint átalakítsuk bronzá, ugyanis valószínűleg a bronzból készült eszközök, kardok, felszerelések sokkal, de sokkal többet fognak sebezni, és azért kicsit talán bátrabban neki tudunk majd indulni a következőkben, ugye ilyen kalandoknak. Úgyhogy kicsit utána néztem annak, hogy hogyan kell használni ezt a porcelán meltört, illetve ezt a porcelán hason hasonló egyébként nagyon a Tinkers konstruktors kohóhoz, szóval remélhetőleg nem lesz vele probléma, viszont egyenlőre ezzel a kettővel túl sok mindent még nem tudok kezdeni, ugyanis ugye majd itt is lesz nekünk egy folyadék, amit ki kell, hogy öntsünk, amihez viszont szükségünk lesz arra, hogy ezt valamivel elvezessük, illetve valamivel beletöltsük, úgyhogy Kicsit nagyobb helyre lenne szükségünk ahhoz, hogy ezt valóban le tudjam rakni. Szerintem akkor kihozom ezt is ide, a külső részre, ahol ugye vannak az állatok, meg nagyjából minden egyébként, amit az elmúlt néhány részben építenünk kellett. Viszont jó lenne, hogyha tudnánk aludni egyet, ugyanis nem lenne jó, hogyha megint a nyakunkba robbanna egy creeper. Ugye az előző részben eléggé póró jártam, ugyanis akkor még nem készítettem el az ajtót a házhoz, és hát a nyakamba robbant egy creeper. És igen, írtátok elég sokan, hogy bajkoknak a feje is oda lett, és fú, innentől kezdve most már még jobban gyűlölöm a creeperöket, ugyanis bajkok annyira nehéz boss volt, annyira jó érzés volt, hogy trófeaként kirakhattam a fejét, és aztán egy creeper pedig azt mondta, hogy nope, nope, és így magával vitte a halába. Na, ezzel a zombival akkor most itt gyorsan meg is küzdenék, bár ha minden igaz, akkor ki is nyírja magát, ki is nyírta magát, azt a csontot azért összeszedem. És ki kellene azt találnunk, hogy pontosan hova is rakjuk le ugye majd ezt a, ezt a nagyon primitív kis kohót. Nyilván majd a későbbiekben lesz majd normális tinklözt konstruktos kohónk is. Ez egyébként még elég kis kapacitású lesz, szóval egyszerre csak néhány értet lehet benne égetni, ami nyilván nem jó, de már most jobb, mint ami jelenleg rendelkezésünkre áll, mert nyilván nem lehetünk azért az életünk végéig farkas bőrben. Na jó, akkor először is ugye a porcelán... Hitört kellene lerakni, ez fogja majd ugye felmelegíteni nekünk a melltört, de nyilván nem csak ennyire van szükségünk, hanem kell majd még több porcelán cucc is, ahhoz, hogy ezt működésre tudjuk bírni, ugyanis ugye van casting basin, illetve van egy faucet is, amivel ugye majd ki tudjuk önteni a különböző anyagokat, ebből a blogból ugye a melltörből. Úgyhogy nézzük meg, hogy ehhez hány a porcelán brickkel te jó ég. 7 darab, ami azt jelenti, hogy akkor megint mehetünk és húzogathatjuk a kart az örökké valóságig. Azt hittem, hogy ezt megúszom és soha többet nem kell azt a gépet használnom, de úgy látszik, hogy az egy elég fontos szerepet fog nekünk itt játszani ebben a sorozatban, legalábbis itt a sorozat legelején és majd amúgy szeretnék körbenézni egy kicsit, valószínűleg a következő részben elmegyünk egy kicsit kalandozni, hogy megnézzük, hogy a külső világ is mennyit változott, csak tényleg megígértem nektek, hogy most a bronz készítéssel fog foglalkozni, és nem szerettem volna ugye elmenni ebben a részben még kalandozni, de biztos vagyok benne egyébként, hogy sok mindenkit azért érdekel az, hogy mit lehet látni itt ebben a világban, ugye Stage 1-ba. Kezembe veszek akkor egy shovel és kellene keresnünk ugye rengeteg agyagot, ott a ház előtt itt nem szívesen bányásznám ki, mert azért mégiscsak, mégiscsak hülyén néz ki az, amikor ott össze-vissza folyik a víz, meg amikor ott hiányzik rengeteg blokk, szóval nem szeretném elcsúfítani azt a területet. Van most így 34 darab, hogy kellett csinálni a porcelánt? A Anfern porcelánhoz kellett Clay fehér színezőanyag és flint, oké, okay. szerintem 34 darab Clay elég lesz, sőt itt is van még egy kevéske, Valószínűleg fehér színező anyagból is most már lesz nekünk bőven, ugyanis ennyi idő alatt biztos, hogy végzett a paci csontlisznek a örlésével. Lehet, hogy úgy jó lenne, hogyha raknánk be hozzá még egy kis csontlisztet. Nem tudom egyébként, hogy mennyi fehér színező anyagunk maradt. A, abba a szekérbe, ha jól emlékszem, beleraktam az összes színező anyagot, de valószínűleg csak azokat a színező anyagokat raktam bele, amikre úgy gondoltam, hogy nem lesz már szükségem. Na jó, akkor innen kivesszük. A rengeteg bommért, mert ahogy látom itt, eléggé felgyülem lett. És remélhetőleg akkor onnantól kezdve már majd be tudja tölteni nekünk a paci ebbe a chestbe. Oké, okay, ott már van white dye powder. És hova rakjuk ezt a rengeteg bommért? Hát akkor rakjuk a infinite infinite chestünkbe, Hát itt beteg annyi minden belefér, hogy egyszerűen. A legopébb, a legopébb stage 0-ban ez a szekér, tehát hogy <laughs> Én nem is értem, ebbe kellene igazából mindent tárolnom. Még most is ez a legjobb tárolási módszer. Jó, és kellene még ugye szereznem flintet, amit pedig nagyon egyszerűen fog szerezni, ugye sódernek az összetörésével, vagy a flintes szitánkkal. Úgyhogy szerintem akkor inkább vissza is megyek a bázisra. És akkor elkezdem elkészíteni azt a rengeteg flintet, amire majd szükségünk lesz. Szerintem jó lenne, hogyha mondjuk készítenénk egy ilyen 10-15 darab porcelánt, és akkor annyi már csak elég kell, hogy legyen mindenhez. Legalábbis nagyon remélem. És majd szeretném ebben a részben elkészíteni ezt az alloy kiöntés, hát remélhetőleg menni fog. Meg szükségünk lesz majd erre a plétre is. Hogyha minden igaz, hogyha jól emlékszem. Jó! akkor kellene nekünk flint. Nincsen sehol. Ez az egy darab van, amit volt a ládában. Hát akkor mindenféleképpen kellene nekünk a szita is. Azt nem tudom, hogy ezt a szitát vajon elhagytuk útközben, vagy megvan még nekünk, vagy, vagy mi van vele. Valószínűleg elhasználtuk, és mivel mostanában nem volt szükségünk flintre, ezért, ezért nem is készítettem újat. Fiber mesh kell nekünk és ehhez kellett kettő darab bot, és kettő darab plant twine. Oké. Hát remélhetőleg van még nálam plant twine, és nem szabadultam meg az összestől, de úgy látszik, hogy megszabadultam az összes től, mert ez is már egy olyan dolog, amit annyira régen kellett használnunk kraftolásokhoz, hogy inkább kiürítettem az inventorimból. Jó. Akkor van most egy fiber mesünk, és remélhetőleg nincs itt fönt valamelyik polcon, mert akkor már biztos írkáljátok. Na jó, Igazából egyáltalán nem volt drága, szóval nem probléma az, hogyha van belőle kettő. Jó. És akkor uh, itt elméletileg kell, hogy legyen nekünk még rengeteg gravel. Au. Igen, ebbe mindig belesétálok. És akkor van most így 23 darab flintünk. Jó. Szerintem ennyi elég kell, hogy legyen. És hogyha nem lesz elég, akkor nyilván van rengeteg gravelünk, úgyhogy tudunk flintet készíteni bármikor. És akkor még ami kellene most így gyorsan nekem az a fehér színezőanyag. anyag. És akkor remélhetőleg most már el tudom készíteni ezt a porcelánt, amire ugye most szükségem lesz ahhoz, hogy a bronz elkészüljön nekünk. Koppert, illetve a tint össze tudjam olvasztani. És akkor már csak egy darab kellene. Mindjárt meg lesz. Jó. Meg is van a porcelánunk, és akkor ezt kellene kiégetnünk. Azt nem tudom, hogy ezt hol lenne érdemes kiégetni. Ugyanis a grillt azt ugye becraftoltam azokhoz a porcelán cuccokhoz. Ebbe esetleg ki tudom égetni? Egyet azért megnéznék. Mert ha ebbe ki tudom égetni, akkor azért sokkal jobban járok, mint hogyha a kilnbe, ugye a clay kilnben készíteném el. Hát nagyon-nagyon remélem, hogy ebből porcelán brick lesz. Oké, porcelán brick lett belőle. És akkor készítsük még el ezt a casting basin illetve a faucetet. És szerintem, ha reggel lesz, akkor megnézzük a falut, hátha ha esetleg ott is történtek újdonságok, mert egyébként ezt már elég régóta ígérgettem nektek, hogy meg fogjuk nézni, csak aztán mindig közbe jön valami, mindig valami izgalmas dolog történik, és hát nyilván nincs szívem ezeket a dolgokat félbeszakítani. De most már, most már ott vagyok, hogy én is szeretném őket megnézni. Stone Envilt hogyan kell készíteni, közben azzal is foglalkozhatnánk. Stone Envil. Igen, ez kell nekem. És hát ez elég egyszerű, az a négy darab kégetett kő és három darab stone slab, ugye szintén kiégetett kőből készül. Elméletileg az kell, hogy legyen nekünk ugye annál a hálónál, amivel halakat is fogunk, de általában nem halak szoktak benne lenni, viszont itt gyorsan alszok egyet. És jó lenne egy normális ágyat is most már készítenünk, ugyanis elég macerás mindig ide kijönni és aludni a sátorban, mert ugye csak akkor nem használódik a matrac. Hogyha a sátorban alszom. Hogy halad közben ez itt nekünk? Hogy halad ez itt közben? Három darab kiéget pluszba, és akkor kellene még néhányat itt kiégetni. Remetleg annyi fa elég lesznek, és akkor innen kell hoznunk a követ, amiből van 15 darab. Hát remélem ennyi elég lesz. Bár elég kell, hogy legyen. Jó, és akkor először is készítsük el a szlebet. És nem így kellett? Nem fordítva, mondjuk hülyeség is lenne, hogyha a tetején lenne egy blokk, akkor hogy, hogy lenne belőle üllő? Jó, akkor van egy kő üllőnk. És ide ugye még kellene készítenünk a, egy kalapácsot is, úgyhogy kell hozzá egy stone, illetve egy stick. Jó. Hát ez, ez nem volt drága, sikeresen eljöttük ezt az mentet és akkor majd hogyha ide rárakunk valamit, akkor ezzel elméletek meg tudjuk ütögetni. És akkor majd jó kis blokkunk lesz belőle. Jó többivel is amúgy majd még akarok foglalkozni. De majd azokkal egy kicsit később először készítsük el a bronzot. És akkor kell egy ilyen, illetve kell még hozzá egy kiömlő. Jó. Ezt így ide rakom, ezt így oda, és akkor már csak ide kellene hoznom az érceket. azok koppert, meg hozok tint is. Ó, igen, és már működik is. Már működik is. Valahol itt van egyébként egy trombitás. Egy dáridós hol van? Itt. Fújja nagyon, ha itt is van. Na gyere te, trampit skeleton! Te eldobod a trombitádat? Hát ha. Hát ha. Jó lenne megjavítani azt, amit találtam. Kettőből valószínűleg meg tudnám javítani azt az egyet. De, de nem adta oda. Nem adta oda. Hát ezek a trombitás nem szeretik eldroppolni a trombitájukat. Úgy látszik nagyon nagy becsben tartják. Akkor van ö, egy darab molten tinünk és kettő darab kopperünk. A kopper úgy látszik sokkal, de sokkal lassabban olvad be, mint a tin. Igen, láthatóan gyorsabb a tin. kopper az miért nem olvad be? Nézzük csak akkor meg, hogy hogyan is működik pontosan uh, nekünk ez a, a ilyen. Nyolc 8 kiln bricket kell szereznünk, kétszer, kétszer kétszer kettes alakba, és engineers szemmel kell majd rá kattintani. Azt készítettük el? Nem, ez a primal tekes stone menet. Engineers, uh, hammer Az ez, ahhoz viszont már kell kopperingot akkor lehet, hogy csak a koppert tudom itt teljesen kiégetni? De ez meg a tin, ami benne van Lehet hogy akkor ebbe még nem lehet összekeverni? Mert ha nem Hát az, az kellemetlen. Mondjuk látom akkor a logikát, hogy először akkor ebbe el kell készítenünk a koppert, azzal meg lesz az Engineer's Hammerünk, és akkor akkor fog elérhetővé válni, ugye a kiln, és valószínűleg abba tudjuk akkor majd összekeverni a dolgokat, de ez annyira nem, nem lenne szerintem most nekünk király, mert uh, akkor most itt elpazaroltunk egy kevéske ércet. Ez öt ingotra elég, úgyhogy akkor még kellene belerakni négyet, hogy meg legyen egy teljes blokk, és ki tudjam önteni ebbe a kis Kijöntő formába. Mindjárt készen is van, és akkor lesz már kopperünk. Ezt majd még meg kell, hogy munkáljuk, és akkor úgy tudjuk majd elkészíteni azt a hammert, amivel ugye majd rá kell csapni egyet erre az alloy -all kilnre. Oké, okay, és akkor ebből nekünk most egy teljes blok lesz, ugye, és nem marad benne semmi. Oké, okay. akkor jól számoltuk, és. Ó, milyen érdekesen változik át. Milyen érdekesen változik át. Ezt most már nem kivehettem? Kivehetem, blokkok of copper, készen is van a rezünk. És akkor ezt rá is raknám már egyből. Ide erre az MV re És... Kaptunk 9 darab copper ingotot. Jó, király. Ezt ide egyenlőre berakom a ládába. Meg ezeket az érceket is. És akkor gyorsan én most elmennék és bányásznék egy kis homokot, illetve egy kis agyagot és akkor elkészítjük ezt a kiönt ugyanis ezt ígértem meg nektek, meg ez ennek a résznek a célja úgyhogy szerintem elmegyek arra a falu felé és akkor megnézzük egyből a falut is illetve akkor onnan fogok valószínűleg hozni magamnak homokot illetve ugye egy kevés-kekis agyagot mert nem szeretném itt a közvetlen környezetemben rombolni a terepet, mert aztán minden baromi ronda lesz és egy idő után egyáltalán nem szeretnénk majd itt élni bár ha elköltözünk egyszer, akkor teljesen mindegy, de. De azért nem szeretném most így egyelőre. És hát a falu nem sokat változott. Ajtó még mindig nincs nekik, hogyha minden igaz igen. Nekem kellene akkor valószínűleg ugye majd ide hozni ajtókat, hogy meg tudják magukat védeni. És nézzétek csak, itt van Tealit szempől. Hogyha itt használom a dozingronomat, akkor lehetséges, hogy itt ez alatt lesz majd nekünk 5 Tealit. Mert ugye ezt többen is írtátok, hogy megjelenik így a föld tetején, és úgyis könnyen meg lehet azt nézni, hogy ugye, hol vannak pontosan ezek az ércek. Ugye eléggé túlbonyolítottam az előző részben ezt a dolgot. De az tök jó, hogyha esetleg így a felszínen is lehet ezt látni. És elfel esetleg. Van nekünk itt egy folyó, akkor innen szerintem ki is szedegetjük. Azt, amire most szükségünk van. Mégpedig ugye a homokot, illetve az agyagot. Mivel sandstone van szükségünk, ezért ezt még ugye tovább kell, hogy kraftoljuk, úgyhogy így lesz nekünk pontosan annyi, hogy el tudjuk ezt majd készíteni. Jó, ez is megvan. És most menjünk vissza. Hát a falu akkor nem változott igazából semmit. Kicsit azért reménykedtem abban, hogy mondjuk legalább egy ajtót készítenek maguknak a falusiak, vagy mondjuk elkezdenek foglalkozni a beteményessel, de ugyanúgy céltalanul itt éldegélnek. Esetleg azt még megnézhetnénk, hogy hát ha vannak új kraftolások, vagy új trédek náluk, de nem igazából látok sajnos új trédeket. Egyébként csak én gondolom, vagy tényleg olyan, mintha ez a sötét erdő, ez terjedne? Mármint, hogy ennyire kijött az ott eddig is. Mert ha terjed, akkor az mondjuk elég szívás, még ha lassan is terjed, mert azt jelenti, hogy ez egy idő után el fogja érni a bázisomat. És nem szeretném, hogy olyan furcsa szörnyek mászkáljanak itt a környéken. Na jó. Akkor, hogyha... Valahol zombi, de valószínűleg az alattam lévő barlangban lesz csak. Ha minden igaz, akkor most kell elkészítenünk a aloly kiönhez a dolgokat. Szóval, össze kellene kraftolnunk rengeteg klejt, illetve sandstone de először ugye ki kell, hogy égessük a clay és remélhetőleg ezt is tudja majd a furnace mert képzeljétek, például csak úgy nem lehet égetni fát, hogy kapjunk faszenet, ha valószínűleg clay se. Ugyanis abból es lesz, ami hamu. Akkor ebbe kell, hogy kiégessem. Tényleg néha szivat ez a modpack. Szenton kell, meg brick, és akkor ebben van, van nekünk kettő darab, és nyolcat kell ugye elkészítenünk, all mixed up meg is kaptam az advancementet van akkor most már négy darab, és akkor még négyet kell készítenünk, illetve hogy kell elkészíteni azt az ágyat, most már egyre jobban érdekel, most már ez nem tudom hanyadik este, és most már tényleg szükségem lenne egy ágyra leave bed, kell hozzá hely, illetve valamilyen falevél. oké okay. A fa levelet nyilván ugye oldóval fogunk szerezni. Igazából amit itt nehezebb megszerezni, az ugye a helybél lesz, de most már szerintem az se lesz olyan nagy probléma. Csak ne robbanjon a nyakamba egy creeper, mert akkor biztos, hogy récskültelek. Tehát az most úti biztos, hogy ha itt a farmomra rárobban egy creeper, akkor itt, itt vége a videónak. Valahol <laughs> egyébként ott láttam is egy súnyi creepert. Mondjuk ennyi búzát elpazarolni egy ágyra, hát nem tudom, hogy megéri-e. De nyilván megéri, mert akkor legalább nem kell állandóan kijönnöm, hogyha bent csinálok valamit. Úgyhogy uh, inkább akkor erre használjuk el. Van most 47 darab, ebből kellene ugye 3 darab blokkot készítenem. Kifér, beőle kifér. Jó, 5 darab is kiférne. Úgyhogy akkor ez így szerintem király. Ezt a 20 még ide elrakjuk. Nincsen sehol, de ott van még. Jó, közben egyébként ezzel is foglalkozunk, és. Ugye, kellene még szereznünk fa leveleket sírrel. Jó, hát veszélyesen élek, mert most megint kijövök ide. És ott egy szkeleton. Meg valahol láttam egy creepert is. Valahol itt láttam egy creepert is, de lehet, hogy azóta már nem ott van. Inkább akkor ennek a fának a leveleit kellene lenyesni. Jó, pont hármat sikerült kiszednem. Most szépen keresztül a vizen, és remélhetőleg senki nem akar majd követni, de ott az a zombi az határozottan rámagrózott. De lehet, hogy mindjárt elfelejt. Nem, nem akar elfelejteni. Engem akar? Nem mindegy, majd jól rácsukom az ajtót, aztán csináljon azt, amit akar. Majd nappal úgy is elég. Jó. És akkor most már végre majd tudok aludni is. Ami nagyon jó érzés lesz. Ah, viszont akkor ezt olyan helyre kell leraknom, ahol biztos sokáig fogom használni, mert azt írta, hogy ha eltöröm, akkor nem kapom vissza. Jó, szerintem itt jó lesz. És akkor aludjunk! Juhú! Végre nem kell kimennem állandóan! Végre nem kell kimennem állandóan, és egész... egész aranyos kis ágyikum lett, azt kell, hogy mondjam. Akkor ez az advance is ki van igazából pipálva. És közben tudok készíteni még egy darab. Ilyen uh, kian és akkor már csak kettőt kellene nem kettő darab klét ahhoz, hogy meglegyen mind a nyolc darab blokk, és elméletileg akkor már csak a hammert kellene elkészítenem, amivel majd ugye rá kell ütni. Engineer hammer, igen, ehhez kell egy string, kettő darab bot és kettő darab copper. Oké, okay. úgyhogy itt akkor ezt le is tudom craftolni, jó. Szuper. Ezt viszont addig visszarakom. Valószínűleg egy darabig nem fog kelleni. Oké, és... És akkor így. Ha minden igaz, ez meg is van. És akkor ezt hova rakjuk le? Kétszer, kettőször, kettő, így. Ja, ez határozottan kétszer, kettőször, kettő. És készen is van. És akkor ebbe tudok két különböző anyagot összemixelni, valamivel betüzelni, és lesz belőle egy másik. Aha, szóval akkor ebbe kellene valószínűleg elkészítenem külön a koppert és külön a tint és ebbe pedig majd még össze tudom azokat olvasztani. Legalábbis remélem, hogy jól gondolom, úgyhogy akkor ezt még gyorsan kipróbálnám. Azt nem tudom, hogy itt például a blokkra van-e szükségem, vagy az ingatokra, de majd mindjárt megnézzük. Illetve jó lenne majd találnunk szenet is. Elméletleg ugye azt is ezzel a dozing roddal fogunk találni. Ugye ez is advancement, hogy találjunk kólt, cool de surface sample abból még nem láttam. És megnézzük, hogy akkor ezt a blokkot el fogja nekünk fogadni. Ez itt. Jó, elmeltek be lehet rakni, olyan nagy probléma nem lehet akkor már. Jó, meg is van a kopper, úgyhogy akkor ezt gyorsan ki is öntöm, és akkor megnézzük, hogy uh, úgy kell össze rakni a blokkokat, ahogy én azt gondolom, bár igazából más módszert nem is igazából tudok most így hirtelen elképzelni. Eléggé egyszerűnek tűnik azért az a kezelőfelület. Ugye el is készül nekünk a rész, ami egyébként ilyen furcsa, zöld színű. Nem tudom mitől, de mindegy. Oké, okay, és csinál ez itt bármit is? Esetleg azt még kipróbálhatnánk, hogy nem blokként rakjuk bele, hanem uh, ugye ugyanúgy felkalapáljuk ezt a tint, meg ezt a koppert. Remélhetőleg így fog működni. Igazából más ötletem már tényleg nem nagyon van, hogy hogyan másképp kellene ezeket használni. És itt a hammerünk. Oké. Okay. Illetve itt a tinünk. Jó, és magamhoz veszem még ezt a koppert, amit ugye kégettünk már, hát ha esetleg a kopperből kell több, egyébként emlékeim szerint a kopperből kell több és nem a tinből, de majd ez úgyis ki fog derülni, szóval akkor ide jön a csárkol, ide jön a tin, ide pedig a kopper, oh, oké, okay. oké, okay, el is kezdte csinálni, és remélhetőleg jók lesznek az arányok is és nem valami tök más lesz belőle. Azt nem tudom, hogy vajon ez a három darab faszén elég lesz-e, vagy esetleg kell még készítenünk egy keveset, de mondom, inkább bányásznék, mint sem most azzal foglalkoznék, hogy kivágom a fát, egyenként ugye kisütöm, utána még a lovakkal szétzúzom, szóval azért jobb lenne, ha már azt hiszem kibányásznánk a szenet. És van négy darab bronzunk. Jéj, sikerült elérni. Sikerült? El se hiszem. És akkor ugye van már ez az advancement is. Egyenlőre ezeket szerintem most egy kicsit félre rakom. És fogok foglalkozni azokkal, amik ugye itt a legelején lettek volna, de ugye nem foglalkoztunk vele, illetve majd szeretnék elmenni felfedezni, és akkor egy kis szenet szerezni. Úgyhogy hát ennyi is lett volna ez a rész, remélem tetszett nektek. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet. Andi voltam, sziasztok!